Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Terrorháza Múzeumban, a Kommunizmus Kutató Intézet könyvbemutatóján. Én Ferkó Dániel vagyok, az esemény házigazdája, és külön üdvözlöm azokat, akik az interneten keresztül követnek majd bennünket, és azokat is, akik remélhetőleg majd visszanézik ezt a könyvbemutatót. Megkérem önöket, hogy a bemutató ideje alatt tartsák kikapcsolva a telefonjaikat, nem lenne jó, hogyha csöngés zavarná meg az eseményt. Ő az egyetlen politikus, akiről a hajszárító búra alatt ülve olvasna egy nő, mondta róla egy barátja. Az Esquire magazin az amerikai férfiak új generációjának emblematikus figurájaként emlegette a fiúsa jóképű Jacket, a főiskolás tányok pedig azt skandálták neki, hogy jobb, mint Elvis. Apja azt mondta róla, hogy ő az ország legnagyobb attrakciója. Idézem, én megmondom maguknak, hogyan lehet több példányt eladni egy könyvből. Tegyék őt a borítóra. Több embert tud oda vonzani egy pénzgyűjtést a szervezett vacsorára, mint az Oscar-díjas színészek. Miért? Mert tud hatni mindenkire. Ha kiejtjük a monogramját, JFK, a világon mindenki tudja, hogy kiről van szó, hiszen John Fitzgerald Kennedy mind a mai napig egy brandet jelent. De ki is ő valójában? Szexszimbólum? A nők bálványa? Egyfajta rockstar? A világtörténelem első professzionális politikusa? Kivételes államférfi? A nyugati világ máig legelkötelezettebb antikommunistája? Ezekre a kérdésekre is keresi a választ Fekete Rajmund könyve, melynek címe Az amerikai álom vége, John Fitzgerald Kennedy. Ezt a kötetet fogjuk tehát kibeszélni, bemutatni, laudációk és kerekasztal beszélgetés formájában. Biztos vagyok benne, hogy nagyon izgalmas és tanulságos lesz. Most pedig felkérem tisztelettel Mártonfi Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutató Intézet igazgatóját, hogy méltassa a könyvet. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy Rajmund kötetét méltathatom. Ketten folytatjuk a méltatást Magyarics Tamás kollégámmal együtt, és abban maradtunk, hogy Tamás a történeti vonalát próbálja a könyvnek feldolgozni, én pedig, mint politika tudós, megpróbálom a könyv olyan részeit, amit a szerző saját meglátásokkal spékelve, gondolati keretbe helyezett, valamelyest aktuál politikai kötetekbe is helyezni. Ezért én annyit kezdenék, hogy nagy öröm volt számomra, hogy ezt a könyvet olvashattam. Még emlékszem, amikor Rajmund disszertációját is olvashattam. Kiváló munkasok, háttérkutatás előzte meg ezt a könyvet és a disszertációt is, és nagyon érdekes dolgokra enged bepillantást Rajmund kötete. A primer források használata is örvendetes, és nagyon szimpatikus számomra, mint politikatudós, hogy a mítoszt az embertől, a mítosz alkotástól, a mítosz alkotás folyamatáról és ennek attribútaimmal és részeiről külön választja, még hogyha nem mindig ugyanezt a nyelvet is használja, de mint politikatudós számomra ez volt az igazán fontos a könyvben, attól természetesen tovább tekintvén, hogy egy kiváló könyv magyar vonatkozásában fontos megjelenés. De többről szól a könyv, mint a Kennedy korszak vagy a Kennedy kép, és én igazából azt a megközelítést választottam, hogy kiemeltem egy pár számomra nagyon szimpatikus a szerző szavait megjelenítő idézetet, és ezekre reflektálnék. Az első, és akkor kezdeném itt John Fitzgerald Kennedy, mint képviselő korszakával, Rajmund szavait idézve, JFK saját megválasztása, először kongresszusi képviselőnek, majd szenátornak, elég indok volt arra, hogy elgondolkozzon, mi is egy megválasztott törvényhozó tulajdonképpeni szerepe az egyes szavazásoknál, amikor minden oldalról nyomás helyezedik rá. Hol van a határa helyi, állami igények és a nagyobb, országos, az egész nemzet életét célzó ügyek vállalása között. Nagyon helyes és érdekes dologra tapintott rá, alapvetően történész szerző, de azért a nemzetközi politika világában is otthonosan mozgó Fekete Rajmund, hogy nagyon sok minden és sokrétű egy képviselő, amerikai képviselő jelölt pályafutásának vonatkozásában, hiszen nem csak arról kell gondolkodni, hogy ő milyen párt ideológiát, párt preferenciákat és párt érdekeket testesít meg, hanem az egyéni körzeteket, az egyéni körzeteken túlmenő tágabb választási körzeteket és a saját befolyási ívét és pálya ívét is figyelembe kell vennie, amikor különböző ügyekben döntést
hoz. És nagyon örülök, hogy Rajmund továbbá kitért arra is, hogy JFK alapvetően a külpolitikát és a belpolitikát teljesen más szemszögből közelítette meg, hiszen ez egy kiemelten fontos ismérve Kennedynek. Következő idézet, amit választottam, az pedig, hogy Kennedy szenátorként kezdetben abba az álomba ringatta magát, amely szerint olyan befolyással lehet a kül- és belpolitikára, ami messze túlmutat majd azon, amit kongresszusi képviselőként elérhetett. A nyers valóság ennél azonban sokkal zordabb volt, és amikor 1954-ben megkérdezték tőle, hogy milyen érzés az Egyesült Államok szenátorának lenni, pillanatnyi gondolkozás követően rávágta, ez a világ legkorumpálóbb munkája. Igen, talán nem sok minden változott azóta se az Egyesült Államokban, de erre majd a végén térnék ki. De ugyanakkor nagyon jól fogja meg itt is a szerző, hogy a képviselő és a szenátor közötti identitás halmazok bár átfedésben vannak, más és más vonalakat képviselnek meg, és amit ugye korumpálásnak is lehet hívni, azt gyakran lobby tevékenységként is megfogalmazhatjuk, tehát nagyon örülök, hogy erre is kitért erre, hogy mekkora befolyással tud lenni a kül- és belpolitikára, hát van ez az idézet az Egyesült Államok alapvető kurzus honormának elképzelt lépcsőjén, hogy minden képviselő, amikor a tükörben néz, szenátor szeretne lenni, minden szenátor, amikor a tükörben néz, pedig az Egyesült Államok elnöke. Tehát nem mindenkinek adatik ez meg, és hogy valójában mekkora befolyása is van, nem akkora, mint amit szeretnének gondolni magukról. Amikor már elnök lett, akkor is nagyon jól fogta meg Rajmund szerintem azt a kettőséget, ahogy JFK a külpolitikáról és a belpolitikáról gondolkodott. Itt két idézetet választottam. Az egyik, amikor azt írja Rajmund, hogy mivel JFK gyakorlatilag saját maga a külügyminisztere akart lenni, így ennek a pozíciónak a megtalálása nem volt annyira sürgető. Hát igen, ezt is nagyon jól fogja meg Rajmund, hogy tényleg a külügyminisztériumi pozíció, a külügyi hatáskör és a külügyi befolyás halmazát szerette volna JFK mint elnök magához ragadni. Másik idézet ezzel kapcsolatban pedig, a Kennedy életével foglalkozó történeti munkák döntő többsége egyetért abban, hogy 1000 napjának belpolitikai eredményei kifejezetten szerények voltak. Jól fogja meg, hogy belpolitikával kevesebbet foglalkozott Kennedy, talán azért, mert nem is tudott akkora sikereket elérni, bár itt is nagyon fontos külön választani a Kennedy mitoszt, a Kennedy képet magától az elnöki tevékenységtől, és itt azért hangsúlyosan még kiemelném, hogy a belpolitikai döntéshozatalban nagyobb szerep hárul a kongresszusra, mint a külpolitikában, tehát könnyebb azért az elnöknek külpolitikában érvényre juttatnia a saját gondolatait. És amiről talán a könyv leginkább szól, bár ilyen mondat után mindig az ember tudja, hogy túlzottan leegyszerűsíti a képletet, ez a JFK és a sajtó kapcsolata, hogy hogyan is tudta ő rendszerezni és valamilyen módon a saját igényei szerint befolyásolni ezt a kapcsolatot. És itt nagyon sok kiváló idézetet és leírást rakott bele Rajmund, kiemelten kitért ugye a fontos választási vitára, amiről még mindig emlékezünk ugye Nixon és Kennedy között, hogy ki is nyerte ezt a vitát. Ez egy kiemelten fontos vita volt, és alapvetően a modernkori elnökök későbbi választási kampányára is nagy hatással bírt. Itt igazából azt emelném ki, hogy Rajmund idézete. Az évtizedek során számos publikációban lehetett arról olvasni, hogy akik követték a televíziós eseményt, azok Kennedyt hozták ki győztesként, még azok, akik a rádión keresztül hallgatták a vitát, Nixont favorizálták. Politikatudósként nagyon örülök, hogy ezt kiemelte, hiszen más társaságokra más hatást gyakorolt ez a vita, és ez is egy nagyon hasznos meglátás az alapvetően történelmi könyvnek, de túlmutat a történelmi vonalakon az írónak ezen meglátásai. Rengeteg más kiváló idézetet hoztam még magammal, de mindenképp szeretnék időt biztosítani társlaudáló kollégámnak. Ezért igazából egy záró idézettel térnék ki majd a saját meglátásaimra. Itt pedig Rajmund azt írja, hogy JFK fiatalságával, rugalmasságával és frissességével vonzó alternatívának tűnhetett a népszerű, ám mégiscsak 69 éves Eisenhower-rel szemben. Hát ugye a modern korban látjuk, hogy jelenleg a Biden kontra Trump vélhető vagy lehetséges elnöki vitában azért a kor valahogy mindig is visszatér az amerikai vonatkozásában, és nem mindig egyértelmű, hogy pontosan mekkora szerepet is játszott. Három kérdésre kértek még, hogy reflektáljak ebben a laudációban, és az első az az, hogy mennyit változott a világ
Kennedy korához képest. Hiszen a könyv nagyon jól bemutatja, és történeti távkötintésbe is helyezi, hogy milyen korban élt Kennedy, de azóta azért komoly változások voltak. Nagyon röviden ugye megéltük azt, hogy a bipoláris korszaknak vége lett, a hidegháborúnak vége lett, az Egyesült Államok azt gondolta, hogy megnyerte a hidegháborút, pedig valójában azért a Szovjetunió veszítette el. Az unipoláris, az Egyesült Államok egyeduralkodó időszakának is véget ért, és egy multipoláris világban élünk, és mindezt azt hozza magával, hogy az amerikai álomról alkotott képet, amit jól mutat be a könyv, ez a kép, ez fogadó államoktól eltérően változott. Sőt, nem csak ezt a változást látjuk meg, hogy egyre talán legegyszerűsítve negatívabb szerepben tűnik fel az Egyesült Államok, hanem az államok polgárai elkezdik múltbéli meglátásaikat is felülírni, és negatívabbá helyezni a múltbéli gondolataikat. Ez csak egy érdekes meglátás, de ezt ebben is valamennyire kitér a könyv, ezt csak én szerettem volna hozzámondani. Mennyit változott az USA Kennedy korához képest? Hát itt is nagyon sok változást látunk, hiszen nem élnek jobban már az Egyesült Államok ezen generáció tagjai, mint szüleik. Ez komoly befolyással bír a jelenlegi amerikai politikára. Láthatunk továbbá egy a Kennedy korszakától eltérő, elit által polarizációst elősegítő és támogató viselkedést, amit a könyv nagyon jól kiemel, hogy teljesen másképp láttak az akkori döntéshozók, illetve a kétpártiság csökkenését is megfigyelhetjük, ahogy a könyv gyakran utal rá, hogy igenis Kennedy is foglalkozott kétpárti, úgynevezett bipartisan válaszok keresésével. Amit ugyanúgy helyesen kiemel a könyv, hogy a Szovjetunió ellenségkép keresése egy fontos momentuma volt az Egyesült Államok külpolitikájának, és most is megfigyelhetjük, hogy Kína vonalán ellenségképet keres. Záró gondolatként annyit osztanék meg, amikor olvastam a könyvet, az fordult meg bennem, hogy hol lenne igazán szükség ma egy Kennedyre? Lenne szükség? Természetesen ez az első kérdés, és ha lenne, elfogadjuk ezt a felvetést, akkor hol lenne? És én itt azt fogalmaztam meg magamban, hogy igazából a krízis helyzetek menedzselésekor lenne szükség egy Kennedyre, pártpolitikai hovatartozás nélkül, egy olyan, aki alapvetően a külpolitikai eszköztár teljes halmazát gyorsan, reaktívan, adaptívan, agilisan tudja kezelni, és ahogy Raymond ír a kubai rakétaválságról, ez egyértelműen lejön, hogy Kennedy egyik ismérve volt, és mondhatnám, hogy most erre nincs szükség, de igenis nagyon nagy szükség van. Így aztán én csak azzal zárom soraimat, hogy az Amerika álom vége, ahogy Raymond írja, de remélem nem megyünk tovább rémálomba. Köszönöm szépen, és nagyon gratulálok Raymondnak a könyvhöz. Köszönjük szépen Mártonfi Balázsnak. Most pedig megkérem Magyarics Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutató Intézet tudományos főmunkatársát, hogy ő is méltassa a szerzőt és a könyvet. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és mindenkit én is gratulálok Raymondnak a könyvért. Nagy élvezettel olvastam a PDF-et, és nagy élvezettel tartottam a kezembe a könyvet most itt, amíg a Balázs bemutatta. Én ugye abba egyeztünk meg Balázzsal, hogy nem teljesen ugye azt mondom, amit ő, ezért egy kicsit máshoz fogok a könyv bemutatásához, és én az álomba kapaszkodnék bele, és a mítoszba ebbe a két fogalomba. A cím azt szerintem abszolút helyén való, nagyon jó tejtalálat, az álom és annak a vége. Tehát egyrészt egy álom beteljesült, és egy álom ugye akkor befejeződött, és azt hiszem, hogy ez az álom bizonyos szempontból még mindig álom az amerikaiak nagy többségének. Az a három álom, amiről szeretnék beszélni, egyrészt Kennedybe testesült meg. Az egyik az, hogy az írek, tehát egy olyan csoport, amelyik korábban nem tartozott mondjuk a mainstreamhez, egy ilyen karriert tudott befutni. Az írek elég hosszú időn keresztül a társadalmi rangjét alján voltak. Zárójelben jegyzem meg, hogy őket többek között mi nyomtuk följebb egy kicsit a 12. század, 20. század elején. De minden esetre
az íreknek a politikai szereplése és a szerepvállalása Kennedyvel vette kezdetét, és ez annyira népszerű lett, hogy újabban minden elnök már ír származású, többek között Barack Obama is ír származása, amit tudok tanúsítani személyes élményből. Írország kerülés közepén van egy Manigol nevű 201 fős falu, ahol jelen pillanatban egy Obama pláza van, és amit Obama meglátogatott, mint az ősi családi fészket annak idején, amikor elnök volt. Elsősorban azt hiszem, hogy az a 35 millió ír származású inspirálta erre az utazásra, aki nem mindegy, hogy merre szavaz, jobbra-balra, demokratára vagy republikánusra. A másik álom a katolikusoknak az álma. Ugye ő volt az első katolikus elnök, Biden a második, bár mondjuk a politikában ez nem nagyon tűnik ki, de Kennedynek ugye ez a híres mondása az volt, hogy én csak mellékesen vagyok katolikus, elsőbben amerikai vagyok. Az első álmokban sokan úgy gondolták, hogy a katolikusok elsősorban a pápának tartoznak lojalitással, és nem pedig a saját államuknak, ami hát eléggé, hát mondjuk bornít gondolat, de hát mondjuk Amerikában sok minden, ki sok mindent gondol. A harmadik ilyen újdonság, vagy új dolog, állam beteljesülése, amiről a beiktatási beszédén beszélt, hogy a fáklya átkerült egy régebbi generáció kezéből, egy új generációnak a kezébe, tehát a nagy öreg, 69 éves, azt hiszem a mai fogalmak, hogy Balázshoz csatlakozzak, mert egy ilyen nyeretlen két évesként tűnik az amerikai elnök választási versenybe. Eisenhower elépett, és helyette Kennedy. Eisenhower képviselte az előző korszakot, az amerikai álmot tulajdonképpen, és Kennedy egy új amerikai álmot képviselt, egy hollywoodi amerikai álmot, és ez az amerikai álom, ez egy eléggé kérdéses álommá vált a 60-as években, és itt térnék ki a második pontra. A második pont az, hogy ugyanakkor egy álom befejeződött. Márpedig annak a régi Amerikának az álma, a kisvárosi, szorgos, vallásos, becsületes, egyenes Amerikának az álma, és megkezdődött a 60-as évekbeli ellenkultúra és neomarxista gondolatoknak az elterjedése, háborúellenesség, mindenfajta a mozgalom. Nem akarok nagyon belelépni itt a főigazgatóasszonynak a területére, de egy kis túlzással és cinizmusra azt mondhatnám, hogy a németeknek volt részben a bosszúja az amerikaiakkal szemben, hogy exportálták meg a frankfurti iskolák a nagyívű gondolatait Berkeleybe, a Kolumbiára és így tovább. Tehát ez volt egy álom, ami azóta egyre elhalványul, vagy egyre halványul, és ilyen pillanatban már nem arról beszélünk, amiről Martin Luther King beszélt 63-ban, hanem arról beszélünk, hogy most már különböző álmok vannak, mint például az Americano álom, és ez nem egy barista hirdetés, hanem többek között ugye az identitáspolitikának az egyik megnyilvánulása. Második ilyen központi gondolatom ez a mítosz. És a mítosz építés, itt egy amerikai szerzőre hivatkoznék, Theodore White írt egy könyvet, aminek a címe az magyarul, magyar fordításban, hogy az elnök készítése, megcsinálása. És valóban Kennedy volt az egyik első elnök, akit megcsináltak. Van egy, azt hiszem, a fűszövegben is van az a szöveg Joe Kennedyről, hogy Jackből már pedig Jacket megcsináljuk. Igaz, hogy ezt a mondatot még annak idén az 50-esekben mondta, amikor Harry Cabot Lodge-gyal szállt szembe a szenátusi székét, de megcsinálták. Tehát Kennedy volt az első olyan elnök, akit igazán megcsináltak, és itt visszacsatolnék Balázsnak a megjegyzéséhez, aki ugye azt mondta, hogy Nixont hozták ki a rádióba, Kennedyt hozták ki a tévébe győztesnek, a látványpolitizálás nagyon sokat számított Kennedy esetében is, és hát, hogy egy kicsi frivol megjegyzéssel zárjam ezt a rövid bevezetést, visszatérnék a
a legeslegelső bevezetéssel, hogy a lányok mire gondolnak, mire nem gondolnak a bura alatt és a burán kívül. Kedvi sokat gondolt a lányokra, nem a bura alatt, hanem a burán kívül. És hát itt voltak érdekes kapcsolatok egy időben. Ugyanak a hölgynek a kegyeit élvezte, aki a Sam Giancanaét, aki egy mafia főnök volt Chicagóban, de hát ugye ezek a dolgok akkoriban nem voltak népszerűek, manapság azt hiszem, hogy minden újság tele lenne ezzel. Összefoglalva, Kennedy lezárás volt és újdonság, és a generációja, illetve a következő generációnak az volt a fő kérdése, hol voltál 1963. november 22-én? Mert emberek érezték, hogy itt valami lezárult. Ez azt hiszem, hogy inkább a kerekasztal fog kezdődni, és ez a bevezetés fog lezárulni, és köszönöm szépen a figyelmüket, és meg ezt gratulálok Lajmúnak a nagyszerű könyvét. Tamásnak köszönjük szépen, most pedig megkérem Schmidt Mária, Széchenyi Díjas történészt, a Terrorháza Múzeum főigazgatóját, hogy csatlakozzon ide hozzám, Fekete Rajmundot, a kötet szerzőjét, és Magyarics Tamást is, hogy egy kicsit kötetlenebb formában beszélgessünk Kennedyről és a könyvről. A következő háromnegyed órában egy kicsit igyekszünk Kennedyről lehántani a mitológiát, a legendáriumot, ami rátapadt, és a maga valóságában pőrén láttatni Jack Kennedyt, aminek, ahogy a könyvben írtad, a hölgyek bizonyára örültek volna akkoriban. De hogy az első kérdéssel Schmidt Máriához fordulnak, aki szerkesztette is a kötetet, hogy tulajdonképpen ki volt Jack Kennedy, egy szexszimbólum, egyfajta rockstar, az első profi politikus, aki tökéletesen használta a médiát, akit megcsináltak, vagy egy vízióval rendelkező államférfi, aki utat és egy jobb jövőt mutatott az amerikaiaknak. Szóval, hogy látták, minek látták őt az emberek, és minek látják ma? Először is gratulálni szeretnék a könyvhez, nagyon jó is kézbe venni, szép is, és egy nagyon érdekes és jó munka. A válaszom a kérdésre az, hogy mindegyik egyszerre volt. És az, hogy egy merénylet áldozata lett, és a mai napig nem tudjuk, hogy ki ölte meg Kennedyt, és hogy mi történt, ez mind hozzájárul ahhoz a titokhoz, ahhoz a varázserőhöz, amivel Kennedy még mindig rendelkezik. Még mindig érdekes a számunkra, még mindig érdemes rá figyelni. És a helyzet az, hogy persze hát nagyon jó képű volt, meg nagyon elegáns volt, meg nagyon jól öltözött, meg nagyon vonzó volt, de egy tehetséges és szorgalmas, elkötelezett politikus volt, ez is kiderül a könyvből. Tehát igaz, hogy nagyon nagy erőkkel dolgozott részben az apja, részben a testvére, akiről szintén érdemes majd Robert Kennedyről is egy pár szót ejteni. Tehát nagyon nagy erővel dolgoztak azon, hogy belőle egy elnököt csináljanak, először képviselőt, aztán szenátort, aztán elnökjelöltet és elnököt. Ez igaz, mindent megmozgattak, pénz, kapcsolat, minden ott volt mögötte, de ő beletette a munkát, tehát ő mindent megtett azért, hogy ebből a helyzeti előnyéből valódi sikert tudjon kovácsolni. Tehát dolgozott mindenféle kampány rendezvényen, ezerre részt vett, minden módszert bevetett, és szerintem ez is nagyon fontos. A másik, ami még Kennedybe fontos, és ezt az előttem szólók is említették, tehát ő egy felkészült ember volt. Ő értette a külpolitikát, őt érdekelte, ő neki volt elképzelése arról, hogy Amerikának milyen szerepet kellene a világba betöltenie, és ebbe az irányba el is indult. Na most azért maradt ő egy álom, és azért lett vége ennek az álomnak a meggyilkolásával, mert ugye azért nagyon rövid idő adatott neki,
valójában nem lehet tudni, hogy ki tudta-e, többet ki tudott volna hoznie az ő elnöki periódusából, akárha 4 év adódik neki, akárha 2x4 év, és amit elkezdett, vagy ami a nevéhez fűződik, hát abból nem nagyon derül ki, hogy végül is ez csak egy álom volt, amit az emberek beleképzeltek az ő nagyon szimpatikus figurájába, vagy ebből lett volna valami. Tehát ami mostanáig a leginkább megragad minket, és ami ebből a könyvből is nagyon plasztikusan kiderül, hogy ő elsősorban egy álom és egy ígéret volt, és miután nem valósult meg belőle semmi, ezért a mai napig mindig visszanyúlunk hozzá, és érdekel minket. Mária utalt már az ő politikusi tehetségére, hogy tanár úrhoz fordulnék, hogy ugye temérdek pénze volt a Kennedy családnak, elhangzott a laudációban is, hogy megcsinálták, egy profi PR-os volt az apja Joe, de hogy tulajdonképpen miben állt Kennedynek a politikai tehetsége? Mi az, ami őt kiemelte a többiek közül ekkoriban? Igen, hát a vagyonosságról a klasszikus megjegyzés szerint csak az első milliót nem kell kérdezni, hogy honnan van. Első millió az a 20-as éveknek az érdekes körülményei között született. Kennedy valóban azt lehet mondani, hogy majd tudatosan készült, tehát ő Németországba járt a 30-as évek végén, az édesapja Londonban volt nagykövet, igaz, hogy nem volt nagyon sikeres Franklin Roosevelt alatt. Hozzátenném azt, hogy talán Franklin Roosevelt volt az első igazán médiapolitikus, ő a rádiónak volt a nagymestere, akkor még a tévé nem létezett, tehát Kennedy volt az első tévé, Roosevelt az első rádió vagy média politikus, és valóban lépésről lépésre haladt. Ugyanakkor azért eléggé pragmatikus volt, tehát Rajmund is kiemelje ezeket a részeket, hogy ő például Richard Nixonnal vagy Joseph McCarthy-val nagyon jobban volt. A család nagyon jobban volt Joseph McCarthy-val. Richard Nixon együtt jött Európába, és nagyon jól megértették egymást antikommunizmusból kifolyólag. Robert Kennedy, amikor Joseph McCarthy-t megtámadták, John F. Kennedy ugye nem nyilatkozott, és amikor megkezdték tőle, hogy miért nem, azt mondta, hogy hát az öccse Joseph McCarthy-nak dolgozik, és ez nem tartja etikusnak, hogy akkor ő ezre az egész kérdésre reflektáljon. Ugyanakkor viszont, hogyha most el akarjuk kezdeni a politikai palettán, meg gondolom, talán erre vonatkozik részbe a kérdés, ő középen állt, tehát a demokratáknak mindig volt egy liberálisabb szárnya, ez az Arthur Schlesinger, vagy a Pierre Salinger féle szárny, akik később különben ezt az egész mítoszt elkezdték fölépíteni, ezt a Camelotot, nem a Monty Python féle alapon kezdték fölépíteni, és ő viszont inkább középre húzódott, és hozzá kell tenni azt, hogy amikor arról volt szó, hogy belpolitikában azért ő annyira nem mondjuk exponálta magát, belpolitikát egyrészt látta Lyndon Johnsonra, aki talán a legjobb belpolitikus volt, amíg tönkremtette Vietnám. Másodszor pedig ő nagyon ügyesen kihasználta azt, hogy a demokrata párt akkor, és azért nem nagyon foglalkozott ezzel az ügyel, mert a demokrata párt akkor a déli államok nélkül nem tudott volna győzni. Tehát a déli szegregált államoknak a támogatása az legalább olyan fontos volt neki, mint a liberálisok támogatása. Tehát ő megpróbált, és sikerült is több lábon állni. Tehát a politikai titka az volt, hogy sikerült egyensúlyokat találni, és mindenki, vagy legalábbis nagyon sokan azt látták bele Kennedybe, amit maguk szerettek volna megvalósítani, vagy amit maguk gondoltak. Amit főigazgató azt, hogy mondott, nagyon sok mindenkinek volt nagyon sok minden, és ez volt az ő titka. Elhangzott az is, hogy egy álom kezdete volt Kennedy, meg egy álom vége volt az ő halála, meggyilkolása.
és azt, hogy teljesen mást csinált, mint amit előtte csináltak a politikusok. Mi volt az az új dolog, az az új korszak, amit ő jelentett a tojásfejűekhez képest, és az őt megelőző politikusi garnitúrához, meg egyáltalán amerikai világhoz képest? Először is köszönöm szépen a laudációkat. Nagyon érdekes volt hallgatni azt, hogy egy történész, akinek nyilván az én korosztályom az ő munkáin, az ő szerkesztett munkáin nő föl, x évvel később ilyeneket mond az ő könyvéről. Lehet az, hogy a igazgatóvírus ugye egy teljesen más, egy aktuál politikai szempontból vizsgálta ezt, de hogy a kérdésedre válaszoljak, ugye ezt a könyvben is írom, hogy amire főigazgató asszony és tanár úr is utalt, hogy ez egy tudatosan felépített dolog volt az első pillanattól kezdve. Amikor megszületik Kennedynek, John F. Kennedynek a bátyja, aki ugye a második világháborúban életét veszti, a nagyapa, aki akkor Boston polgármestere volt, azt nyilatkozza a korabeli sajtónak, hogy megszületett az Egyesült Államok következő elnöke. Tehát szerintem ez sok mindent elárul arról, hogy ő hogyan gondolkozott a család. Pénzzel mindent elértek, amit lehetett, az üzleti életben elérték azt a plafont, ameddig egy ír bevándorló család el tudott érni, és azt mondták, hogy innentől kezdve a politikai mesdjére, a politika irányába kell menni. Itt igazából az idősebb testvér volt az, aki erre a célra volt kijelölve, de kicsit olyan volt, mint egy királyi családnál, ahol, hogyha meghal valaki, akkor az öröklési rend szerint folytatódik a dolog, és erről egyébként maga John F. Kennedy is nyilatkozik egy interjúban, amikor azt mondja, hogy ha velem bármi történne, akkor ott van Bobby, ha Bobbyval történik valami, akkor ott van Teddy a sorban. Tehát, hogy ez egy tudatosan felépített dolog volt, és az, hogy miben volt új, az, hogy a kampánytechnika, azért a 40-es évek közepe, vége, második világháború után vagyunk, olyan eszközöket kezdenek el alkalmazni, a tudatos sajtó használat, az, hogy őt felépítették úgy, hogy először egy értelmiségi, aki a külpolitikát érti, vizsgálja, értelmezi, ír egy bestseller könyvet a szakdolgozatából, ami persze ugyanúgy az apja segítsége, illetve tanácsadók, média tanácsadók vették körbe őket, majd utána ezt szépen építik fel a politikus, a háborús hős, és ezeket mind-mind annak érdekébe állítják, hogy ő belőle egy pozitív, egy amerikai állam szülessen, és a gyengeségei, a itt felhozódtak ugye a nőgyek, ezek szépen az asztal alá voltak söpörve, vagy és itt jönnek be a szerepek a tojásfejűeké, vagy a spindoktoroké, akik ezt a képet teljes mértékben átformálják. Ezek az eszközök ma már a politikai kommunikációnak a természetes részét képezik, de akkor unortodoxnak számított. Az, amikor John F. Kennedy a beiktatását követően kijelenti a saját stábjának, hogy na akkor sajtótájékoztatót fogunk tartani élőben, a tévében, akkor mindenki hülyének nézte. A New York Times úgy írt róla, hogy ekkora baromságot még nem találtak ki a Földön. Ma pedig az, hogy mondjuk a magyar kormány részéről látunk egy kormányinfót, a világ legtermészetesebb dolga. Akkor ez egy teljesen unortodox dolognak számított, és ahogy főigazgató asszony is említette, hogy egy rendkívül felkészült politikusról van szó, ő úgy fogalmazott, hogy egy-egy ilyen sajtótájékoztatóra készül olyan volt, mint egy egyetemi vizsga. Tehát ennek megvolt a pontos napirendje, megkapta a felkészítő anyagot, a kérdéseket, mik várhatóak, stb. És ezt a stáb folyamatosan őt készítette. Tehát ő, ahogy főigazgató asszony is mondta, ebbe a melóba beleállt. Itt jön a képbe akár a Jackie Kennedy is, aki szintén az ő külsejét, a felesége, aki a külső megjelenésért felelt, ezek mind-mind tudatosan felépített dolgok voltak. Beszéljünk most arról, hogy miért is beszélünk Kennedyről, és hogy egy kicsit helyezzük őt el a világtörténelemben, mert az nagyon fontos, és abban a hidegháborús korszakban, és talán egy kicsit reflektáljunk a mai időkre, hiszen ez is a laudációban elhangzott. Valahogy a könyvedet olvasva Kennedy a szabadság és a béke védelmezőjeként tűnik föl. És ott van ugye a berlini falnál az ő nagy pillanat, amikor azt mondja, hogy ich bin ein Berliner. De hogy többet is mond, ezt akarom idézni, egy híres, a leghíresebb beszédét mondta el, azt mondta, hogy akik nem értik, hogy mi a különbség a szabad világ és a kommunista világ között, azok jöjjenek el Berlinbe. Vannak, akik azt mondják, hogy a kommunizmusi a jövő. Mondta ezt Kennedy 60 évvel ezelőtt ott, és nekem ezből az jutott eszembe, hogy minthogyha a mostani nyugat-európai politikusok többségéről, meg mondjuk az amerikai, jelenlegi amerikai vezetésről beszélt volna. Lehet ez nagyon elrugaszkodott, de hát tudjuk, hogy például a kommunizmus az mennyire népszerű ma Amerikában is.
meg, hogy a kommunizmusnak micsoda legendáriuma van Nyugat-Európában. Nem tudom, hogy megelőzte a korát Kennedy ezzel. Egy nagyon antikommunista elnökről beszélünk, és ahogy az előbb elhangzott, ugye a McCarthy bizottságnak az egyik munkatársa Robert Kennedy volt, jellemző módon ő megúszta. Tehát ezt soha nem említették fel negatívumként, mindenki más egyébként meghurcoltak a McCarthy-tól keze, mindenki más, aki vele dolgozott, de a Bob ott kezdte a pályáját tulajdonképpen. Tehát az antikommunizmus az végig az egyik legfontosabb vezérfonala volt a Kennedynek. Na most, hogy még ne jussunk el Berlinig, mert még előtte azért érdemes lenne más dolgokról is beszélni. Tehát ha összefoglalnám a disznóöböltől a kubai rakétaválságig és a berlini falig, kudarc sorozatok, ezt tudnám mondani a külpolitikában. Hát nem tudnék azon kívül, hogy a kubai rakétaválságot PR szempontból megnyerte, és a mai napig az a mondás, hogy ő azt megnyerte, miközben azt az oroszok nyerték meg, azt Hruscsov nyerte meg, hiszen a Törökországba elhelyezett rakétarendszert le kellett neki bontania. Igaz, hogy nem az oroszok nem tudták elhelyezni az atomtöltetű rakétákat Kubába, de azoknak nem is volt ott. Tehát ők a nulláról nullára maradtak, őnekik viszont volt Törökországban, amit le kellett bontaniuk. Tehát ők jártak rosszabbul. De ki tudott egy olyan alkut hozni, hogy ez nem kerül be a médiába, erről nem beszélünk, ezt majd titokba utána megcsináljuk. Mert pontosan tudta, hogy a látszat fontosabb, mint a valóság, és ez történt a mai napig is, arról beszélünk, hogy ez milyen siker volt. Na most ugyanez a helyzet, tehát fölépítették azt a berlini falat, ami egy őrületes nagy pofon volt tulajdonképpen a nyugatnak, és pofon volt Kennedynek is, aki kiküldte oda a tankokat, azok a tankok szembeálltak az orosz tankokkal, nézték egymást egy darabig, aztán visszavonultak, majd elment oda, és mondott egy beszédet, ami arról szólt, hogy hát ezt most akkor tulajdonképpen tudomásul vesszük, és annyit tudok tenni az érdeketekbe, hogy ich bin ein Berliner. De az emberek mégis a mai napig ezt egy kiállásnak, egy tartásnak, egy fontos dolognak fogták fel. Tehát ami a PR-t illeti, és itt még egy mondatot mondok, hát nagyon jó szövegírói voltak, nagyon jó tanácsadói voltak, nagyon jókkal dolgozott. Tehát mind ezeket a dolgokat pozitívunként tudták bemutatni az emberek számára, és a mai napig is egy sikertörténet, kivéve ugye az, hogy meggyilkolták, de egyébként az egész karrierje egy sikertörténet, és ugye teret neveztek el róla Berlinbe, és hát mindenki idézi ezt a mondatot. Többet idézik, mint azt a mondatot, hogy Gorbacsov úr bontsa le ezt a falat, ami ugye régenhez fűződik. Csak elgondolkoztam, hogy milyen szerencséje volt, hogy nem Frankfurtba építették a falat. Úgyhogy és ott kellett volna elmondani ezt a beszédet. Valóban mondjuk a kubai öbölválsággal kapcsolatban egy nagyon fontos dolog, és talán mára is és vagy tűzelt értéke volt. Fontosnak tartották a Kennedy adminisztrációba, hogy ne dörgöljék bele Hruscsovnak az orrát, úgymond a piszokba, tehát hogy ne az legyen az üzenet, és a médiában ne az jöjjön le, hogy Gorbacsov vagy Hruscsovot megalázták. Nem szabad megalázni az orosz vezetőt, hanem egy olyan dílt kell, olyan üzletet kell vele kötni, hogy ő is azt mondtassa, hogy hát kérem szépen, olyan nagy arcolatvesztés nem volt. Na most a egyik legelletmondásosabb kérdés külpolitikában, talán még nem is azt hiszem, Vietnám.
És ez az örök kérdés jelen pillanatig, mert amikor Kennedy belépett, nagyjából 1500 amerikai tanácsadó volt, amikor meghalt, akkor kb. 15 ezer úgynevezett flight control engineer tartózkodott Vietnámba, és hát nagy kérdés az, hogy mi lett volna, hogy tovább eszkalálódik, vagy pedig visszavonja őket. És akkor volt ez a híres jelenet, ami tényleg megtörtént, hogy egy védelmi miniszteri helyettest és egy külügyminiszter helyettes küldött Vietnámba, hogy hát mérjék fel a helyzetet, és visszajöttek, és azt mondta a védelmi miniszter helyettes, hogy hát itt aztán fél év alatt a vietnámiakat beleverjük a mocsárba. Külügyminiszterem azt mondta, hogy soha nem fogjuk. És ugye akkor kérdeztem meg Kendő, hogy maguk ketten ugye abban az országban jártak. Tehát ez a dilemma ott maradt, és hogyha arról beszélünk, hogy mi volt az örökség és az álom, ami ő Lyndon Johnson beleragasztotta ebbe a vietnámi dologba. Lyndon Johnson, aki viszont belpolitikus volt, és nem külpolitikus, egyszerűen nem mert kihátrálni Vietnámból, mert azt mondta, hogy akkor megölnék a Kennedy klán tagjai. Ugyanakkor viszont, hogyha még egy másik kérdést felvetünk, hogy a Kennedy adminisztráció miben hozott újat, hogy rendkívül sok tojásfejűt vonzott a különböző egyetemekről. És ugye erre jegyezte meg az akkori képviselő elnöke Sam Rayburn, hogy jobban örült volna, hogyha ez a sok okos ember közül legalább egy valaki sheriff pozíciót indult volna valami faluba. Mert ugye ezeken doktriner elméleti emberek voltak, és kirakták elméletek, hogy mi a jó és mi a rossz. Erre a klasszikus példa a védelmi miniszter McNamara volt, aki a főigazgató asszony, ugye a kvantifikáció és törte, mindent kvantifikálni akartak, hogy kiállt ő is hetente a pódiumra, és bemutatta a táblánál, hogy kérem szépen múlt héten ennyi hidat romboltunk le, ennyi vasútvonalat robbantottunk föl, ennyi Vietcongot, és így tovább. Ellenben nálunk volt kettő fő sebesült veszteség, magyarul megnyerjük a háborút, ezt mondta 5 éven keresztül. Hát... Igen, tehát hogy a külpolitikát nézzük, valójában mind a mai napig az a szemlélet van, hogy milyen jól jött ki ebből a kubai rakétaválságból, megoldotta, nem lett harmadik világháború, és mint ahogy itt a bevezető laudációban is elhangzott, hogy ő elsősorban külpolitikusnak gondolta magát, illetve a külpolitikára fókuszált, mert úgy gondolta, és ezt vallotta is, hogy ezzel tud nemzeti egységet teremteni, hiszen a belpolitikában csak megosztás születhet, és ezért gondolta az, hogy a külpolitika az rendkívül fontos, és erre tesz fel mindent, meg nyilván ebbe, ez volt az a terület, amin otthonosan mozgott, de ebbe azért hozzá kell tenni azt, hogy ez egyfajta lázadás is volt a család ellen. Tehát az édesapa az egy nagyon rossz, tehát nem is érdekelte a külpolitika, és nagyon rosszul mért fel mindent. Tehát az első világháborút is, a második világháborút is, és ez egy olyan terület volt, ahol ki tudott tűnni a családban, és azt tudta mondani, hogy ebben én sokkal tájékozottabb vagyok, sokkal jobban ismerem ezeket a nagyhatalmi dolgokat, mint ők maguk. De itt többször is szóba kerültek már ugye ezek a tojásfejűek, hogy kik is ők. Ugye. Ő talán az első olyan amerikai elnök, aki tudatosan választja ezeket az egyetemről kiesett, nagyon okos értelmiségi embereket, és ahogy itt többször fölhozódott, ugye ez a bipartisan, tehát ez a kétpártiságot képviselte sok esetben Kennedy, itt egy fontos momentumot kihagytunk, hogy ő nem függött senkitől. Tehát nem volt az, hogy lobbycsoportok, érdekcsoportok voltak azok, akik pénzelték, és azt mondták, hogy jó, belédöntünk ennyi pénzt, de utána majd kérünk valamit cserébe, ha elnök leszel. Tehát itt ugye mégiscsak egy családi bizniszről volt szó, így nem tartozott senkinek elszámolni valóval, hogy kit nevez ki külügyminiszternek, hadügyminiszternek, védelmi miniszternek, stb. Stb. És tulajdonképpen maga köré szervezett olyan figurákat, akiket az egyes tanulmányok, illetve kötetek úgy emlegetnek, mint a Kennedy kör tagjai, akik majdhogy nem ugyanazt a karriert futották be, mint ők. Sportkarrier, elitegyetem, második világháborúban való
hősi szolgálat, vagy mellé akár az, hogy utána óriási nagy gigacégeknek lettek a vezetői, vagy olyan területen mocorogtak, ami azt hozta elő, hogy ők ebbe a körbe tartoznak. Tehát itt volt NFL sztártól kezdve minden. Majd egy újabb kört nyissunk, és egy magyar vonatkozásról is beszéljünk, 1956-os forradalom, ami szerintem nagyon fontos, és ugye ő itt nem biztos, hogy pontosan idézem, de nagyjából azt írtad, hogy azt mondta, hogy maximum csak reményt adtunk a magyaroknak, de valódi válaszokat nem, és hogy kritizálta ugye az akkori amerikai vezetést, hogy ez nekem azt mondja, hogy ő valami mást gondolt az akkori amerikai, illetve kérdezem inkább ezt, hogy mást gondolt az akkori hivatalos amerikai külpolitikáról, ami mondjuk Jalta szellemében azt mondta, hogy a befolyásoló vezeteket igenis tiszteletben kell tartanunk, a be nem avatkozás politikáját? Tehát ő erről más gondolt? Én nem hiszem, hogy más gondolt volna, hiszen a berlini falnak a felépítésekor sem viselkedett másként. De azért egy dolgot el kell mondani. Tehát az, hogy 1963-ban Magyarországon általános amnesztia volt, abban a legfontosabb szerepet Kennedy játszotta. Tehát a magyaroknak a diplomáciai nyomása, az amnesztiára való kényszerítésben ő neki volt a legnagyobb szerepe, és ezért hálával tartozunk neki. Bernin falnál az amerikai adminisztráció egy ilyen legalista jogi álláspontja ezeket, azt mondták az oroszok, illetve a keletnémetek azt építek a saját területük, amit akarnak, pont. Tehát ők nyilvánvalóan hát ez egy ilyen kibúvó volt, nem akartak provokálni ezzel, és nem érte volna meg nekik egy komolyabb háború. Valóban Kennedy reálpolitikus volt, és ezért mondtam azt, hogy ő tulajdonképpen egyenlő távolságot tartott a párt baloldalától, ezek a sokszor doktrinál liberálisoktól, és ugye a demokratáknál voltak az igazi héják abban az időben. Tehát kettő között lavírozott, hát ennyit lehetett kihozni, illetve a kérdés az, hogy mit tudott volna még, ahogy igazgató azt, hogy mondta, ha nem hal meg, az újabb másfél év és esetleg újabb négy év mit jelentett volna, és főleg nem csak az, hogy mit jelentett volna a külpolitikák, emberpolitikák, hogyan tudta volna kezelni ezeket a kérdéseket, amelyek szerintem, hát itt most már politológiába csúszunk át, eléggé jelentős mértékben a mai folyamatoknak a bölcsői voltak, és hát a vók és sok mindenben konkludáltak, és csúcsosodtak ki. Én 56 kapcsán annyit jegyeznék meg, hogy nyilván ez egy évvel volt ugye a forradalom kirobbanását követően New Yorkban tartotta ezt a beszédét, amit ugye te is itt idéztél. Én ebből a szempontból kicsit kritikusabb vagyok vele szemben, vagy inkább egy kicsit más szemszögből nézném. Ugye ő itt már tudatosan készül arra, hogy ő elnök szeretne lenni. Neki mi volt a legjobb, ha folyamatosan támadja az akkori amerikai adminisztrációt, hogy a külpolitika, amit csinálnak, amit tesznek, az csak egy valamire jó, abba, hogy ebbe az óriási fegyverkezési versenyben, illetve a külpolitikában lemaradnak a szovjetektől, tehát egyfajta egy ilyen negatív kampányt kezdett el csinálni. Tehát ekkor jelenik meg neki, ugye talán a Foreign Affairs-ben jelenik meg neki egy hosszabb írása, ahol ugye elmondja, hogy lemaradtunk a fegyverkezési versenyben, a szovjetek le fognak verni minket, stb. Stb. Ennek a célja semmi más nem volt, mint az, hogy ahogy őt beiktatják amerikai elnöknek, onnantól kezdve egyfajta sikersztorit tudjon elmondani, hogy tessék, beléptem a képbe, én vagyok az amerikai elnök, lenyomtuk a szovjeteket, jobban állunk a fegyverkezésben, stb. Stb. Tehát ez a fajta, ami nyilván a magyar szívnek egy melengető dolog, hogy mégiscsak egy későbbi nagy amerikai elnök hogyan beszél az 56-os forradalomról, ez valójában elsősorban neki politikai célokra kellett. De hogy egy kicsit 56-ra utaljak, illetve a beiktatására, ez egy kevésbé ismert tény, de volt még egy magyar szálunk, az pedig Mindszenty. Mindszenty ugye ekkor már az amerikai nagykövetségen, itt a Szabadság téren
hát de facto tulajdonképpen fogságban van. Az amerikaiak vendégszeretét élvezi, és Mindszentiről azért tudni, hogy rendkívül egy grafomán ember volt, folyamatosan levelezett, nyugati vezetőknek írt, ahol felhívja a figyelmet a kommunizmusnak a veszélyeire, annak a realitásaira, stb. Így természetesen első dolga volt, hogy a frissen beiktatott Kennedynek is írjon egy szívhez szóló üzenetet, hogy gratulál neki, és remél, és főleg annak, hogy egy katolikus elnöke lett az országnak, stb. Amire Kennedy egyébként személyesen válaszol, és megköszönte neki a helytállását, az, hogy harcolt a kommunizmus ellen, és ő volt az egyetlen amerikai elnök, aki Mindszentinek válaszolt. Tehát itt is azért van ez a fajta magyar vonatkozásunk. Most, amit kérdezek, arról már részben beszéltünk, illetve érintettük, hogy ugye a hidegháborúban ő milyen pozíciót foglalt el. Nyilván a fegyverkezést ugyanúgy, ha jól olvastam, benne volt, támogatta. Viszont itt volt az atomcsend egyezmény, ami egy ilyen korszakos megállapodás volt, és úgy beszélnek róla, hogy Kennedyhez köthető, és lényegében ezzel a hidegháborús konfliktust a Szovjetunió és az USA között ő mérsékelni próbálta minden módon. És tényleg megint nem állom meg, hogy kicsit úgy oda-vissza utalgassak múltból jelenbe, hogy a mostani amerikai adminisztráció szemben például Trumppal ugye nagyon nem ezt képviseli, nem a békés megoldásokat, hanem sokkal inkább eszkalálója a mostani háborúnak is. Mást gondolt ebben Kennedy? Tehát ő sokkal inkább nem ezt az eszkalációs háborúkat, eszkalációs, az amerikai álmot erővel, erőszakkal máshova elvívő álláspontot képviselte, hanem valami mást? Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert azért elég sok minden volt az alatt, a rövid idő alatt, amíg elnök volt. Tehát, hogyha maradt volna, hogy milyen irányba fejlesztette volna a dolgokat, nem tudom. De az, amire már az előbb történt utalás, tehát ő komolyan vette azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem maradhat le semmilyen tekintetben a Szovjetunió mögött. Itt ugye az űrkutatások, a holdra szállás, ezeknek az elősegítése is. Tehát az biztos, hogy ő mindenképpen föl akarta készíteni az Amerikai Egyesült Államokat arra, hogy sikeresen vegye fel a harcot a Szovjetunióval, ha erre sor kerül, de amikor éles helyzet volt, akkor azért a reálpolitika alapján maradt, és akkor nem csinált semmi olyat, ami egy tényleg veszélyes helyzetet idézett volna elő. Az a tény, hogy őt meggyilkolták, és még egyszer mondom, nem tudjuk, hogy ki volt, nem tudjuk, hogy volt-e benne szovjet szál, nem tudjuk, hogy kubai szál volt-e benne, hogy a CIA volt-e ebbe a dologba. A mai napig nem látunk ebbe a dologba tisztán, ami azért eléggé sok kérdést vet fel, hiszen még mindig vannak olyan anyagok, amelyeket nem hoztak nyilvánosságra az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Biden elnök is, úgy döntött, hogy bizonyos anyagokat még zárolva tart. Tehát nem tudjuk... Ennek egyébként mi az oka? Mi lehet az oka? Tehát a mai napig ez a magányos elkövető mítosz tartja magát, hogy Harvey Lee Oswald meghúzta a ravaszt. Csak azért, hogy a konteusoknak is adjunk. Jó, de tehát azért Oswaldról lehet tudni, hogy a Szovjetunióba ment, hogy onnan hozott magának feleséget, hogy a merénylet előtt Kubába ment. Tehát van egy csomó olyan dolog, ami arra utal, hogy esetleg itt külföldi szál is lett volna benne. Úgy látom, vagy azt talán el lehet mondani, hogy szemben a mostani politikával, amely ilyen összeesküvés elméletekben az orosz kapcsolatokkal vádolta a Trump elnököt, itt mintha az orosz szálat inkább lefelé játszotta volna az amerikai adminisztráció. Tehát nem lehet tudni, azt nehéz elfogadni, hogy mindazok a dolgok, amik a Kennedy gyilkossággal összefüggnek, azokban a véletleneknek a szerepe azért ennyire gyakran jött volna előtérve, ezt azért nem nagyon lehet elhinni. Tehát az, hogy az Oswaldnak
a kihallgatásán a magnó véletlenül elromlott, és ezért nem volt rögzítve, hogy véletlenül kiadták, hogy mikor kísérik át a másik börtönbe, és véletlenül a Jack Ruby oda tudott menni, és le tudta lőni. Tehát szóval azért van néhány olyan kérdés, amit hát még ha az ember jó hiszemű is, akkor is azért enyhe kétkedéssel fogad. Tehát nem tudom én se, hogy mi történt. Azt el lehet mondani, és mindenki tudja, hogy Robert Kennedynek, akit szintén meggyilkoltak 68-ba, a Robert Kennedynek a Robert nevű fia most demokrata ellenjelölt, elnökjelölt akar lenni, és ő nyíltan beszél arról, hogy úgy az apját, mint a nagybátyját a CIA gyilkolta meg. Én nem tudom, hogy ő ezt mire alapozza, de ő erről meg van győződve. Igen, hát egy-egy mondat ezek az emletek. A CIA általában azért orrolt meg Kennedyre, mert a disznóbőrbeli ügyben, amit különben Kennedy megörökölt, tehát ez nem az ő saját ötlete volt, ott úgymond cserben hagyta a CIA-t, illetve a CIA embereit. Aztán ugye a másik szál ez az orosz szál, ugye ez volt a legplauzibilisebb, hogy a Warren Bizottság azért akarta gyorsan lezárni, mert csak kiderül a kubai orosz szál, akkor biztos, hogy háború, sőt világháború és atomháború lett volna. Tehát ez egy amerikai elnöknek a meggyilkolását nem lehetett volna elintézni. De aztán volt egy ilyen mafiaszál is, hogy hát Rajmund is ír ilyen érdekes hagyományokról Amerikában, hogy halottak szavazgattak, meg 5128 fős, 5128 fős községbe vagy helyen 6252 szavazatot adtak le. Végül is ezek elképzelhető, hogy hagyományőrzők, mert ez már 1854-ben a Kansas-i... És ma is divatos. Igen. Népszavazásnál megtörtént. Tehát, és akkor állítólag ugye ezt a maffia intézte el többek között Nyugat-Virginiába, hogy ott nyerjen Kennedy. És hát a papának eléggé szoros szálai voltak ebbe a világba, és általában ugye megígérték, hogy nem fognak akkor rájuk szállni, és ennek ennél Robert Kennedy, mind igazságügyi miniszter, mégis rájuk szállt, ugye Jim Hoffa-ra, aki hát egy nagy gazember volt a Teamsters Unionnak a vezetője, de hát egy maffia tag, hogy a maffia. És hát ugye természetesen ott volt ez a célövő ember is, aki hát érdekes módon 7,5 másodperc alatt 3-at tudott lőni nagy pontossággal egy olyan fegyverrel, amivel mesterlövészek nem tudnak ilyen gyorsan 3-at lőni. Szóval valóban 90 nem tudom hány százalékot az iratoknak nyilvánosak, pont azt, ami érdekes, azt nem. Miért nem? Hát nyilván itt már felhozódott egy csomó dolog. Én beszeretnék még megint csak egy magyar szállal kapcsolódni. Nyilván a szovjet blokkot sokkolta a sztori. Magát Hruscsovot is egyébként sokkolta a Kennedynek a halála, hiszen benne mégiscsak egy olyan politikus volt, akivel mégiscsak lehetett dílelni, üzletelni. Egy kicsit csúnyán fogalmazzak, de sokkolta a szovjet blokkot. A sajtó először csak nyilván leírta, hogy mi történt, tehát a szikár tényeket, majd utána nyilván a pártközpontban kapcsoltak, hogy hát ezt tökéletesen föl lehet használni arra a narratívára, arra a harcra, ami ugye a két világ között zajlik, és hát ők megfejtették pár napon belül, hogy itt valójában semmi másról nincs szó, mint szélsőséges, fasiszta, texasi olajbáró bosszúja Kennedy ellen. És ezt nagyon szépen elkezdték felépíteni egyébként a korabeli sajtóban, hogy itt valójában arról van szó, hogy az a fasiszta, kapitalista rendszer, ami felépült az Egyesült Államokban, most bosszút állt ugye a háború ellenes és békepárti John F. Kennedy ellen. Tehát ez is szerintem egy ilyen érdekes szál, hogy hogyan dolgozta fel ezt akár tényleg a magyar sajtó is ezt a tragikus eseményt. Itt ugye már többször szóba került, hogyha mi lett volna, hogyha nem ölik meg, akkor is egy ilyen mítosz alakult volna ki. Ez megint csak, és ez is mutatja azt, hogy milyen popkulturális ikonná vált, hogy még mind a mai napig ugye téma amerikai filmekben, sorozatokban. Szerintem a teremben ülők nagy része találkozott ugye a House of Cards című nagy sikerű sorozattal, Kevin Spacey mesterjátékával, és őnek van egyszer egy ilyen kijelentése, hogy ha nem gyilkolják meg Kennedyt, akkor senki nem emlékezne rá, és senkit nem érdekelne.
Igen, és talán az utolsó kört nyissuk meg, és abba kapaszkodnék, amiről Mártonfi Balázs is beszélt, hogy, és megint az álom vége, hogy Kennedy meghalt, de hogy nagyban is, hogy azt mondta, hogy krízis helyzetek idején nagyszerűen helytállt és fantasztikus teljesítményt nyújtott. Tulajdonképpen mi az, amivel szegényebb lett a világ Kennedy halála miatt? Mi az az álom, ami véget ért, és ami nem mehetett tovább, amire most esetleg szükség lenne? Hát akkor kezdem most én kivételesen. Ugye nagyon foglalkoztatta azt, hogy ilyen kritikus időszakban, egy kritikus helyzetben, ami később akár egy történelmi pillanat volt, hogyan reagálnak vezetők. Nem véletlenül ír az 50-es években ugye amerikai szenátorokról, képviselőkről, mert ő már talán a 30-as években azt mondja, hogy kritikus helyzetekben erős vezetőkre, markáns politikai vezetőkre van szükség, akik ezeken a holtpontokon, ezen a bizonytalan pontokon át tudják lendíteni az országot, vagy adott esetben akár az egész világot is. Tehát ő ebben a dologban ő maga személyesen szentül hit. Ugye nyilván ez az amerikai álom, ezt rengeteg film dolgozza fel, az amerikai kivételességnek egy része, de hogyha teljesen őszinték akarunk lenni, ez az amerikai álom már vele is véget ért, ez egy hamis illúzió, hiszen azért az, hogy az a fajta szegregáció, ami volt a 60-as évek Amerikában, az akár az ő elnöksége alatt is, az nem, azért nem mindenki számára jelentette az álmot, de maga az a tény, hogy nyilván azzal, hogy egy olyan politikus került a színre, aki tényleg ezzel a fiatalságával, a lendületességével, egy ír bevándorlóként lesz amerikai elnök, és megmutatja azt, hogy tessék, egy olyan családból jövök, akik tényleg felküzdötték magukat a ranglétra érére, és elérhetek a topra, ez az, hogy a világvezető hatalmának vagyok a vezetője, az első számú vezetője, az igenis egyfajta útmutatást nyújtott mindenki számára, és itt már utaltunk többször is arra, hogy ennek milyen lecsapódásai vannak. Ha belegondolunk kortársírókra, belegondolunk mondjuk Stephen Kingre, aki ugye ezt az 50-es, 60-as éveket számtalan könyvben feldolgozza, ugye ők egy kétkötetes könyvet szentel annak, hogy mi lett volna, ha Kennedyt nem gyilkolják meg, ő onnan kezdi számítani azt, hogy ez az amerikai álom véget ér. Ha egy kicsit más irányba megyünk, nem a populáris, hanem egy szubkulturális irányba, a 70-es évek amerikai punk mozgalmában a Kennedy és a Kennedy család az megjelenik markánsan. Ugye volt egy San Franciscói nagy hatású zenekar erre a szénára, ez a Dead Kennedys, ami mindenki nyilván polgárpukkasztásnak hangzik elsőre, de valójában a zenekar azt mondta, hogy a Kennedy-kkel, a Bobby és a JFK halálával tulajdonképpen az amerikai álom véget ért, és innentől kezdve a nihil, stb. Vár ránk. Tehát látszik az, hogy olyan hatást gyakoroltak, nem csak ő maga, hanem a családja is, a popkultúrára, a politikára, ami mind a mai napig kihat. Igen, visszatérnék erre a fiatalságra és a lendület, és mi mindent szimbolizált ez. Körbenézünk a korabeli nagyvilágban. Nagy-Britanniában Macmillan, Franciaországban De Gaulle, a Szovjetunióban Ruscsov, és ezek az idős második világháborúban, vagy utána következő években úgymond erejük teljében levő emberek közé robbant be Kennedy. És Eisenhower-t követte, akinek volt két szívinfarktusa az 50-es években, tehát ő nem volt nagyon aktív elnök. És itt nem csak Kennedyről beszélnék, hanem Jackie Kennedyről. Egyrészt már maga a házasság is, amit Raymond kiemel, hogy Jackie, ez már egy jó hangzó dolog volt, és nagyon gondosan kiválasztották, mert eléggé sok jelölt és önjelölt volt, aki szeretett volna a Kennedynél lenni, és ő illette a profilba, és aztán ő volt az, aki életet hozott a fehérházba idézőjelbe, ugye Mémi Eisenhower nem elbe a konyhába volt inkább, és nem a szalomba, és
És Jackie volt az, aki megteremtette ezt a mítoszt, a Camelot-i mítoszt. Ugye ez a híres koncert Pablo Casals-szal, ahol állt a Kennedy elaludt, de ő azért annyira nem volt a klasszikus zene iránt fogékony, viszont Jackie Kennedy átrendezte az egész fehérházat, modern, fényképész volt, fotogén és így tovább, és azt látta, hogy ez a híres jelenet, hogy amikor Franciaországban voltak, akkor Kennedy a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy hát tudják, én vagyok az, aki Jackie Kennedy-t elkísérte Párizsba. Mert ugye Jackie Kennedy beszélt még franciául is, és hát ez az európaiakat rettentő módon lenyűgözte. De még egy dolgot tennék hozzá, hogy ez volt az utolsó korszak, hogyha álomról beszélünk, amikor hiteles politikusok voltak. Tehát az amerikaiaknak a 75-80%-a hitt abba, amit az elnök mondott. Sőt, még De Gaulle is álltak hitte abba, ugye, amikor elküldte a fényképeket az öböl a rakétaválság idején, hogy itt vannak a bizonyíték, azt mondta állítólag De Gaulle, hogy hát én amerikai elnök szába iszak, nem kell nekem, hogy bemutassák a képeket. Ma pedig az amerikai elnököknek, vagy akár kongresszusnak a szavai lehetőséget, vagy hitele az olyan 10-12-15%-os. Tehát ott kezdődött az a drámai lecsúszás, és a Kennedy adminisztráció benne volt ebbe elég vastagon, hogyha a Pentagon iratokat nézzük, már ott elkezdődött a mismásolás, magyarul hazudozása az egész vietnámi háborúra, ami Johnsonnál folytatódott, azt eljött Nixon, és hát ugye utóbbi időben pedig hát eléggé vastagon benne van mindez az amerikai politikában. Az amerikai álom az egy fontos dolog volt, legalábbis az én generációm számára nagyon fontos volt, mert a szabadságot jelentette, a lehetőségeket jelentette, jelentette azt a fajta amerikai kultúrát, amely a filmekből, a zenéből, egyáltalán a modernitást, az új világot, a lehetőségeket, ezt Kennedy mind megtestesítette, ő benne, ez mind benne volt. És a Jackie-vel együtt egy stílust hoztak, egy életérzést hoztak, és én szerintem nem ért még véget ez az amerikai álom, most talán nincs a legjobb állapotában egy ideje, de azért bízom benne, hogy megint magára talál, mert azért az fontos lenne, hogyha lenne újra valami, ami tudna nekünk valamiféle lelkesítő jövőképet adni, ha nem is pont egy amerikai elnök, ha nem is pont az amerikai Egyesült Államoknak az üzenete, amire szükségünk van, az, ami inkább ez az álom, a szabadságnak az álma. És az, hogy Amerika egyre inkább szabadsághiányos állapotban van, ez az, ami talán ennek az álomnak a végével fenyeget, és nem pedig az, hogy Kennedy ilyen tragikus körülmények között tulajdonképpen ő is és a testvére is ilyen tragikus körülmények között halt meg. Tehát jó lenne, hogyha ez nem járna a szabadság, az amerikai szabadság, a szólásszabadság, a gondolatszabadságnak a tényleges kimúlásával, mert az mindannyiunk számára nagyon nagy tragédia lenne. Schmidt Máriának, Magyar Ics Tamásnak és Fekete Rajmónak köszönöm szépen a beszélgetést, és önöknek a figyelmet.